Szavaztok, szép jó napot! Ma is nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit! Az egyszerűség, a jóság, a szépség és a finom ízek reményébe, de hát ez nem csak reménység, ez már biztos, főzünk egy nagyon finom, egyszerűen elkészíthető karfiol levest. Ugye leveseket pumpáljuk folyamatosan föl, szükségünk van rá, szükségünk van mindenféle nagyon finom zöldre, és még mindig itt az alkalom, nyugodtan kimehettek, bátran vásárolhattok, fantasztikus alapanyagokat kaptok. Nagyon gyorsan elmondjuk a hozzávalókat, amit itt láttok a deszkán, igazság szerint, amit nem láthattok, egy nagyon pici libazsír, ugye ezt én már beletettem a fazekunkba, amiben fogjuk főzni ezt a levest, vagy lábos, hát ez a kettő közötti átmenet, majd megmutatjuk nektek és a vajas galuskához nem tettem ki, amire szükség van. Hát ugye egy kicsi vaj, egy kicsi liszt, egy egész tojás, só, bors, petrezselyem, ez így vagy elkülönítve fogom nektek megmutatni. Amit föl fogunk használni, látjátok, fantasztikus, főszereplő, karfiol, nagyon-nagyon friss, még rajta a zöldje is, nem szedtem le szándékosan, pompásan néz ki, de természetesen le fogjuk kapni őket. Na, nagyon gyorsan mondom, karfiol, vöröshagyma, fokhagyma, fűszerek terén fekete bors, amit rá fogok törni a levesre, só, egy pici piros paprika, a piros paprikát, mivel ezt most kétféleképp lehet besűríteni ezt a levest, és még a sűrítés sem mondom, hogy ez egy effektív, expeditív sűrítés lenne, hanem egy laza, nagyon csak éppen, éppen behúzzuk a levest, hogy ne legyen teljesen átlátszó a tartalom. Na, tehát ez a piros paprika nekünk majd a sűrítéshez kell, ami nem lesz más, mint egy laza habarás. Látjátok, tejföl, liszt. Továbbiakban zöldségekre visszatérve, egy nagyon kevés zeller, a zöld arany, ez egy Olaszországból származó zöld arany, gyönyörű, szép, fantasztikus, roppanós, épp egy picit most adtam a tengeri malacoknak is, és ugye a tengeri malacokat is kérdezte valaki, hol tudja megnézni, hát az Instagramon tettem már föl róluk videót, tehát ott meg lehet nézni. És az Instagramon egyéb más olyan dolog is fönn, van, ami esetleg itt nem került adásba. Na, a végén látjátok sága épa. Még egy nagyon fontos közlendőm lenne, már nagyon sokan írták meg a Facebook, meg na ezerféle fórumon, hogy nagyon nagyon szívesen küldenének levelet nekem ezt azt, Tamaszt eddig úgy nem is foglalkoztam vele, most nem sokára fogok nyitni egy ilyen postafiókot, és akinek van kedve, de azokkal a levelek gyerekek már nem fogok tudni válaszolni, tehát effektív pont elég, amit itt a Youtube-on válaszolok, de ha van kedvetek, tudjátok, nagyon régóta gyűjtöm a szakácskönyveket is, nagy ö, szakácskönyv, fan vagyok, ha így mondható, tehát esetleg, ha valamiből kettő van, úgy gondoljátok szakácskönyv, ami esetleg nincs meg nekem, nyugodtan azt is küldhettek. Na, ez a postafiók is ki lesz egyébként írva. Le is zárom a sok dumát, azonnal jövök, előkészítek, megpucolom a hagymákat, a répát, a zöldségeket, és azonnal kezdjük a leveskét. Első körben el is indítjuk a levest, mint láthatjátok, földolgoztam kevés zellert összevágtam kockára, úgy szintén ezt megtettem a sárgarépával, a karfiol gyönyörű szépen megmostuk, ugye leszettük rózsáira, na most itt is a karfiolnál csak egy másodperc kitérek, tehát én úgy szoktam alkalmazni, hagyok nagyobb fejeket, és esetleg szétvágok kettébe ismételten nagyobb fejeket, és így kisebbek is kerülnek bele amikor a tálaláskor, ugye ezt kiszedjük a tányéra, nagyon jól mutatnak, nagyon apróra nem szabad összevágni, pontosabban a nagyobb fejeket kettévágni, vágni, szétszedni, mert a levesbe utána semmilyen szép nagy tartalom nem marad, ugye ízeibe ott lesz, de hát azért mutassuk meg, hogy tényleg ez egy jó kis karfió leves. Na, a plusz zöldség egyébként, meg csak tényleg egy plusz hozzá, ahogy mondom szó szerint, hiszen a karfiol leves nálunk, de hangsúlyozom nálunk, nem csak arról szól, hogy karfió legyen benne, hanem egy két-három féle zöldséggel még föl szoktam tuningolni, hiszen amúgy is, mint ismeritek a karfiolnak az intenzív ízét, illatát, úgyis bőségesen ki fog emelkedni ebből a levesből. Sárgarépa, zeller, egy nagyon picit libazsíron, ez egy kis kanál libazsír, meg fogom pirítani, ugye nagyon kellemesen kijönnek kapásból a zöldségízek, és utána fogom csak hozzáhelyezni a karfiolt, fölönteni, ízesíteni, de még mielőtt ezeket megtennénk, míg pirul a sárgarépa és a zeller, összevágjuk gyorsan a hagymát is. Nagyon gyorsan fölvágom a hagymát, ugye hagymavágást láthattatok, igazság szerint a levesbe bőségesen elfél a gorombára vágott verzió, mutatom is nektek, tehát egy ilyenre gondoltam, nem kell nagyon finomkodni, nyugodtan így gorombára összecsapkodjátok, teljesen jó lesz, hát miközben úgyis fő a leves, ez pillanatok alatt szét fog főni benne. Jó, tökéletes, megmutatom hozzá a fokhagymát, egyszerűen ráteszitek a késnek a lapját, recsen egy jó nagyot a fokhagyma, egy nagyon picit ezt is beszoktam vágni, és úgy szintén gorombája jöhet hozzá. Nagyon kellemes ízhatás, hát és így fogunk eljárni a többi hagymával is. De amúgy, ha valaki most véletlenül finomabbra vágja, természetesen semmi gond nincs belőle, igazság szerint, itt az ízek legyenek benne, kerüljenek bele, és ugye a hagyma egy minimálisan sűrít is tudjátok, tehát rosszat semmiképpen nem tesztek bele, ha mondjuk nem kettőt, hanem esetleg három fej hagymát, vagy éppen három gereszt fokhagymát fogtok felhasználni hozzá. Teljesen patent, és azonnal dobjuk hozzá a zöldségekhez. Megpirultak a zöldségek, lepirítottuk, nézzétek meg, nagyon-nagyon szépen kijött a sárga répának a színe, tehát én már alapból így szoktam indítani. Hozzátehetjük a vörös hagymát, fokhagymát, ugye mint az előzőekbe összevágtuk, és tovább fogom pirítani, körülbelül egy 3-4 percet, mérsékelt tűzön, ugye nagyon kell figyelni, hogy ne égjen oda ez a kis egyvelegű nagyon gyorsan összecsapkodjuk a petrezselyemet is, mondhatnátok, minek mutatom meg, hát ha esetleg valaki még nem vágott össze petrust, annak mutatom csak meg, természetesen erről is van videó az elrakásról, hogy készítjük el, mindegy, gyönyörű szép nagy petrezselyem, nézzétek meg, olaszból jött, nem magyar, de fantasztikus íze van, ugye összemorzsoltam egy ilyen kis levél darabot, hát csodás, higgyétek el. Na, hát egyszer megvágjátok a petrust egy kétfele, és úgy szintén ezzel is csak goromba stílusba fogok eljárni, tehát nem fogom nagyon apróra összevágni, és ugye, mint szoktam, sok levesnél mutattam nektek, nem fogom most az elején beletenni, hanem majd a vége fele teszem csak hozzá, gyönyörű szép színei maradjanak meg, ne följön teljesen szét, éppen hogy mondhatnám, hogy még egy picit épp egy egész kicsit roppanós legyen. Igaz, ez nem lesz roppanós, hiszen egyből össze fog esni, de ne főjön teljesen szét. Ennyire gondoltam, kezit csókolom, így fog hozzá menni a leveshez, ezt az utolsó részig félre fogjuk tenni. Nagyon kellemesen lepirult a zöldséges alapunk, ugye mondtam nektek zeller, sárgarépa, hagyma, fokhagyma, egy nagyon pici libazsíron. Most egyszerűen megfogom, és ne csodálkozatok, hogy pont fordítva, tehát először felszoktam önteni vízzel az edényünket, és most fogom hozzátenni csak a karfiolt, ugye én most ezt nem fogom összeforgatni, teljesen magába fogom hagyni, minél szebben egyben maradjanak a karfiol darabok. Ugye amikor elhelyeztem a többi karfiolt, jöhet az ízesítés, ahogy szoktam alapízesítünk, és utána a vége fele fogok csak egy nagyon-nagyon picit korrigálni az ízen. Jöhet bele egy kevés só, durva sóval dolgozom, és sokan kérdezték, hogy melyik típusú sóval. Hát én nagyon szeretem mondjuk ezt a erdélyi sót, ugye adalékmentes, már elég hosszú ideje vele dolgozom, de egyébként többféle sót is használok, tehát nem kifejezetten ez, de ezt előszeretettel. Na, megsóztuk, megborsóztuk, egy nagyon picit eligazgatom a fűszer miatt, rá fogom tenni a fedőt, ugye körülbelül ennek most sac köbő egy olyan 25 perc kell, nagyon szépen meg fog puhulni minden, menet közben elkészítjük a vajasgaluskát és a habarást is. Elkészíthetjük a habarást gyorsan, expeditíven, ugye azért mondtam az előző expeditív, nagyon gyorsan, tehát egy babarással nem kell vacakolni, megfogjátok a tejfölt, lisztet, összeöntitek, roppant egyszerű mód, ugye hoztam ide egy nagyon-nagyon pici vizet mellé, ezt pár centiliterrel fölöntjük, és egyszerűen egy ilyen kis kézi habverővel, manipulátorral, csomómentesen kifogom fogom keverni, ez pár másodperc alatt megvan, menet közben idehoztam már a paprikát, és egy nagyon picin kis kanállal hozzá fogok adagolni, és így megszínezve a habajásunkat. Ugye tudjátok, a paprika zsírban oldódó, tehát szépen ki fog jönni majd a levesünk tetejére, megszínezve egy nagyon-nagyon picit. Ennyire gondoltam, összesen nézzétek meg, ezt hozzá fogom adagolni és tovább csomómentesen ki fogom keverni, és kész is egy habarás nem kell vele tényleg sokat vacakolni, felhasználásig félre fogom tenni, és azonnal elkészítjük a vajas galuskát, azt is ismerhitek, hát nagyon sok receptben már alkalmaztuk, zöld levesnél, tényleg bármelyik féle zöldséglevesbe összetudjátok nagyon-nagyon hamar rakni. Ugye itt a habarással még annyi van, hőkiegyenlítés, úgy fogjuk hozzátenni, tehát a forró léből kifogok venni, és pár kanállal össze fogjuk nagyon gyorsan keverni, úgy kerül hozzá a leveshez. Jöjjön a galuska! Jöjjön a vajas galuska, ami ismételten nagyon-nagyon egyszerű dolog, és tényleg rengeteg típusú zöldségleveshez, akár húsos leveshez is fel tudjátok használni, vagy esetleg akinek van kedve, készíthet daragaluskát ugye annak a receptje is fönn van, tehát daragaluska, vajasgaluska, bármilyen betétet hozzá tudtok tenni ez a nagyon finom leveshez. Látjátok a vajat, ez egy szobahőmérsékleten kiolvasztott, Haddek a vaj, 6 a liszt, egy egész tojás, só, bors, petrezselyem ennyiből fog összeállni. Első lépésként mondhatnám munkás, nem munkás igazából egy jó 60 másodpercig, 70 másodpercig elkezdem habosra kikeverni a vajat kikevertük nagyon szépen habosra a vajat egyébként nagyon nagy jelentősége van, hogy jó ki legyen dolgozva a vaj annál kellemesebb, lágyabb lesz a galuska most megfogok egy egész tojást és ezzel a kis kézi habverővel manipulation-nel össze fogom picit keverni. Igazság szerint itt nincs nagy jelentősége, hogy felverjem. Egyszerűen egy 30-40 másodpercig kidolgozom, hozzá fogom tenni a vajhoz. Jöhet hozzá liszt, petruska, só, bors, viszont lágy tojás, készen is van a gyönyörűséges vajas galuska, és higgyétek el, tényleg nagyon-nagyon vajpuha, de mégsem egy szét a levesünkbe, fantasztikusan fog kinézni, és nagyon finom íze is lesz. Na most ezt a vajat meg a tojás pár másodpercig ismételten összekeverem. Ez már nem lesz egynemű, csak egy kicsit álljon össze, és utána már csak egy éttermi kanállal fogok dolgozni. Ezt félretesszük, jöhet hozzá Lisztovics, jöhet egy nagyon pici só, érzéssel. Ugye mindig beszéltük, meg kérdezitek, hogy mennyi só. Hát sóhoz azért nem szoktam kiírni mennyiséget. Bors látjátok, egy 6-7 karika, egy 6-7 teker is. Tehát a, sóhoz azért nem szoktam kiírni mennyiséget. Tényleg rengetegféle só, rengetegféle só tartalom. Tehát mindenki érzéssel állítsa be saját magának. Egy kis petruska, ugye ennyit elveszünk, abból, amit a levesbe szántunk, és egyszerűen megfogom, összedolgozom egy kanállal pár másodperc, és majd nézzétek meg, gyönyörű szépen össze fog állni, nagyon szép krémes lesz. Látjátok, nem egy három diplomás munka, nagyon gyorsan megvan, kicsit összedolgozzuk, és felhasználásig el fogom vinni a hűtőbe ez körülbelül még egy jó 10 perc, még nem dolgozom bele addig a hűtőbe fog színyelni na, ennyi az egész és mondtam, hogy ha valaki nagyon-nagyon szereti mondjuk a vajasgaluskát ezeket a mennyiségeket esetleg megduplázhatja a kiszaggatása kitéve nagyon gyorsan, és nem húzom az időt, ugye itt megint rá lehet tenni egy kis galuska szaggatóra, én ilyen pici mennyiséget egyszerűen csak kiszoktam egy kis üvegtárból szaggatni, pillanatok alatt megvagytok vele. El is érkeztünk ahhoz, hogy bele tudjuk tenni a vajas galuskát, ugye ez megint csak roppant egyszerű mód, fogtam egy pici üvegtálat, ugye picit pihent a hűtőbe, azt hangsúlyozom, megmelegítem, egy nagyon picit leöblítem a kanalat, előrébb húzom magát a tésztát, ismételten öblítek egyet, és egy ilyen nagyon apró mozdulattal, látjátok, már jöhetnek is bele a galuskák, ugye hangsúlyozom, nem fog szétmenni, majd meglátjátok, szépen óvatosan mindig egy-egy galuskát belehelyeztek, és körülbelül egy 3-4 percig fogjuk együtt főzni őket, utána azonnal jöhet a habajás. Deszkáról is lehet, gyorsabban is lehet, ugye csak most följöttek a karfiolok a tetejére, tehát nem akarok bedúrulni, mert látjátok, nagyon gyors mozdulatokkal is be lehet ezt szaggatni, de óvatosan inkább, hogy kerüljön bele a forró tartalomba. Azonnal jövünk, és már csak a habajás van hátra. Nagyon kellemesen megfültek a galuskák, úgy, mint a karfiol és az összes zöldség. Látjátok egyébként a vajból egy nagyon-nagyon pici szín kijött, nagyon-nagyon szép a leves. Ugye egy nagyon picit mondjuk, mi a paprikás habarással ezt el fogjuk csapni, de hát magában az ízek benne maradnak. Nézzétek meg a karfiolokat, nagyon szépen egybe maradtak, úgy, mint a vajas galuskák. Ugye, amik természetesen nem egyformák, különböző méretűek, de hát így szép ebbe a levesbe, hiszen a karfiolnak is teljesen más a méret aránya. Aki gondolja, nyilvánvalóan nyugodtan egy galusok szagatóva belehúzhatja. Na most megfogom, és egy nagyon-nagyon pici forró levet kinyerek a levesből, hozzá fogjuk tenni a habaráshoz, és pár pillanat alatt megvan a hőkiegyenlítés, és már mehet is vissza a levesbe, egy nagyon picit érdemes átdolgozni és egyszerűen vissza fogom önteni, egyetlen egy rottyantás, ami azt jelenti nálam, körülbelül egy perc, és félre is fogom húzni, és azonnal jövünk tálalni. Na jöhet a leveshez hozzá, hogy ti is lássátok, egyszerűen megfogom, alulról egy kicsit megkeverve, ennyi az egész. Egyszer kiforralom, és ugye mielőtt még ez megtörténne, most fogom hozzáadni természetesen a petruskát, a zöld aranyat, és szándékosan tényleg csak a végén szoktam hozzátenni. Hát ennyi gyerekek, egy karfiolleves nálunk, aki esetleg van kedve, vagy akinek pontosabban van kedve, kóstolja meg, készítse el. Egy nagyon picit én már ráízesítettem, nagyon kellemes illatok, ízek, ennyi az egész, kiforraljuk és jövünk tálalni. El is készültünk a nagyon kellemes levessel, annál kellemesebb benne lévő vajasgaluskával. Ugye megmutatjuk nektek, ahogy szoktuk, a lábosunknak, kis fazekunknak a tartalmát. Hát bőséggel van benne vajasgaluska, karfiol, és nézzétek meg, ezt mondtam, egybe maradtak a karfiolok. Természetesen van benne kisebb-nagyobb, hát mi így szeretjük elfogyasztani. A tartalmát is megmutatjuk, kisebb-nagyobb karfiolok nagyon zsenge, sárgarépa, zelle, petrezselyem, és tényleg fantasztikus ízek. Hát én javaslom nektek, hogy sok-sok zacskós leves helyett inkább egy ilyen applikációt válasszatok, és higgyétek el, meg voltam vele 35-40 perc alatt zuzámen pucolással minden együtt, ugye ameddig fő a leves, <coughs> el tudjátok készíteni a habajást, és úgy szintén el tudjátok készíteni a vajas galuskát. Hát fogadjátok nagy-nagy szeretettel, fogyasszátok el ezt is nagyon jó egészséggel, ígértem a leveseknek a felpumpálását, hát higgyétek el, lesz még bőségesen leves, és bocsássatok meg, a mai nap egy kicsit ilyen zaklatott voltam agyilag, hisz amióta fölkeltem fáj a fejem, bevettem minden szílszart, ez van, de, de hát ezt is összedobtuk nektek, nagyon szeretjük, tényleg egy finom karfiolleves, ezután egy jó kis palacsinta vagy egy húsos tészta, itt már ti döntitek el. Na még egy szó, ami megint csak fölmerült, és nagyon sokan kérdeztétek, ugye megint rengeteg kérdés jön a feliratkozás, hogy hogy nem kaptok értesítést, ebbe a videóba is elmondom, videó alatt kis harang, és mindenképpen gmailes fiók kell ugye hozzá, hogy vagy hozzá tudjatok szólni, vagy egyáltalán föl tudjatok iratkozni, mert ugye írta egy hölcsösök csak fiókja van, nem kell gmailes fiók, ugye be kell lépni, úgy be tud lépni a YouTube-ba, és akkor így lehet feliratkozni. Tehát ez nagyon fontos, mert ugye nap mint nap legalább 5-10 levél, nem kaptam értesítést. Hát videó alatt kis harang, meg kell piszkálni, azonnal ki is jelzi, hogy minden videóról értesítést kap, és végeredményben ennyi. A másik dolog a postafiók, amit említettem, ott már szerintem a következő, vagy azutáni videóba ki fogom írni. Tehát jöhet levél, amit szeretnétek, és nem utolsó sorban a Instagram, amit megint csak megemlítenék, hogy öde, ö, ugye, bocsássatok, meg a sok olyan dolog is fölkerül esetleg, ami itt a videókban nem nyilvánul meg. Fényképek, kis kutyás, kis tengeri malac, ez az amaz, na mindegy. Fogadjátok, szeretettel, jó egészséget hozzá, jövünk a következő recepttel, szavaztok!